Május elején már javában zajlik a munka az abroncs szervizekben. Az igazi tavaszi hullám alig néhány hete kezdődött el. Az egyértelmű, hogy télen sokkal veszélyesebb nyári gumit használni. Ugyanakkor a nyáron használt téli gumi sokkal gyorsabban elkopik, azaz hamarabb tönkre megy, még ha nem is kerülünk veszélybe emiatt. Éppen ezért javasolt minden esetben az évszaknak megfelelő abroncs használata. Vannak persze négy évszakos autógumik is, ezek hasznosságáról azonban megoszlanak a vélemények. Nem garantált, hogy minden helyzetben jól teljesítenek. Mindenképpen indokolt a gumiabroncsere az autóknál, mert a téli és a nyári gumiabroncs közötti különbség az érezhető vezetés szempontjából is, meg az autó tulajdonságai, vezetési tulajdonságai szempontjából is, meg a biztonság érdekében is. Plusz a gumiabroncsnak az élettartamát nagyban növeli, hogyha megfelelő évszaknak, megfelelő gumiabroncs van az autón, plusz az abroncsot is kíméljük ezzel a nyári időszakra, téli időszakra. A jelenlegi járványhelyzet a gyulai abroncsszerviz életét különösebben nem befolyásolta, legalábbis a munka mennyiségét tekintve. A körülmények ellenére az ilyenkor megszokottaknak megfelelően érkeznek az ügyfelek. A gumiabroncs választása ez eddig is ügyfélfüggő volt, meg pénztárca függő. Tehát az, hogy valaki szán rá, hosszabb távra tervez, több évre tervez, vagy esetleg csak egy szezonra, vagy éppen egy műszakit kell megoldjon vele, ami majd lassan aktuális lesz, főleg, hogyha a vírus elmúltával azokat az autókat is le kell műszakiztatni, amelyek eddig esetleg nem volt ellenőrzőt, körülmények között, mármint úgy ellenőrzött körülmények között, hogy a rendőrök például nem vizsgálták, hogy van műszaki, érvényes műszakia vagy nem az autónak, az utólag be lesz pótolva, és valószínűleg azokra kell abroncsot is vásárolni egy jó részére. Úgyhogy, de kimondottan az, hogy használtat vagy új abroncsot keresnek, inkább tavasszal mindig a új abroncsot keresik, nagyobb volumenben. Ahogy húzódik az idő, akkor kerül előtérbe a használt abroncs is, hogy azután érdeklődnek. A gumiszerviz udvarán feltornyosult téli gumik azt jelzik, hogy az autósok nagy része már lecserélte az abroncsokat. A gumik mellett azonban a betervezett munkák is tornyosulnak a naptárban, így még jó páran a következő napokban végzik el az erősen ajánlott abroncs cserét.